tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és nyújt be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. A Parallaxis visszatért. Csatorna nyitva. Hi, I'm Rusty Schweikart. I was the lunar module pilot on Apollo 9, and you're listening to Parallaxis. Tudományos és fantasztikus élmények Klaudiával, aki földrajztanár, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastjének különleges kiadása. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Parallaxis Podcast 51. része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Évadnyitó egy Apollo űrhajós vendégeskedésével, hiszen aki esetleg követte és követi a Parallaxis Facebook oldalát, az tudhatja, hogy a mai műsorban vendégünk lesz Russell Schweikart, amerikai űrhajós, az Apollo 9 legénységének tagja, és ő volt a világ első Holdcom pilótája is. Viszont mielőtt visszarepülnénk még 1969-be, szeretném bemutatni mai beszélgető társaimat. Nagy szeretettel köszöntöm először a Parallaxis Univerzumban Ivanics Rieger Klaudiát, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagját. Szia! Sziasztok! És nem kevesebb szeretettel üdvözlöm állandó fizikusunkat, a szokolébresztő dr. MZ Perixét, Vince Miklós. Szia Miklós! Sziasztok, jó reggelt, vagyis délutánt, vagy micsodát. Igen, mert hogy aztán árulhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy te most Floridában vagy éppen, ugyanis ugye a Fulbright ösztöndi keretében ezt a nyarat kint töltötted, hamarosan már hazatérsz, de hát ez egy ilyen interkontinentális kapcsolat, ami így meglepődő 2021-ben egy tudományos podcast műsorvezetőjeként. Igen, ez még mindig meglepő. Viszont kedves hallgatók, ti ne felejtsétek el, hogyha szívesen néztek, hallgattok és olvastok minket, akkor tudományos ismeretterjesztő munkánkat nagyban segíthetitek adományotokkal. Erről a donate.emtv.hu oldalon minden információt megtaláltok, és köszönjük szépen. Mielőtt viszont jobban belevetném magunkat a tudományos és fantasztikus élményekbe, a Parallaxis csapata nevében szeretném megköszönni a Tudományos Újságíró Klubjának, hogy ismét 2021-ben is a magas színvonalú blogoknak járó elismerő oklevélben részesítették a Parallaxist. Köszönjük szépen! És még egy köszönet nyilvánítással adós vagyok, szeretném ugyanis megköszönni a nyári szünet alatt a Planetology.hu csapatának az elmúlt 14 hétben hallható magas színvonalú Planetok ezt epizódokat. Köszönöm Bardószné Kocsis Erzsónak, Kovács Gergőnek és Rezsabek Nándornak, hogy az elmúlt hónapokban nem csak a podcast adásokban, de a teljes ismeretterjesztő munkánkban partnerek voltak. További sok sikert kívánok, remélem lesz még lehetőségünk ilyen szoros együttműködésre a későbbiekben is. Ennyi szolgálati közlemény követően viszont akkor vágjunk is bele, és rögtön el is árulom, hogy ez a beszélgetés, amit hallani fogtok majd hamarosan Russell Schweikarttal, az Apollo 9 űrhajósával már korábban elkészült. Ugye Miklós, te készítetted ezt, amit ugye itt most a podcastben magyar nyelven fognak a kedves hallgatók hallani. Pár szóban Miklós, össze tudnád foglalni kérlek, hogy miről lesz szó, illetve hogy milyen körülmények között született meg ez a beszélgetés. Rusty Schweikart, ahogy mondtad, is egy Apollo űrhajós, majd ezt el is fogja mondani, meg megbeszéljük az interjúban, amit majd hallani fognak a kedves hallgatók. De ő azért több annál, majd meglátjátok, mi mindenhez ért. Kedvenc témáink is elő fog kerülni, ami hát egyik kedvencünk, ugye a kisbolygó eltérítés, amire úgy szoktunk hivatkozni, hogyha a dinóknak lett volna a űrprogramjuk, akkor talán nem haltak volna ki. Hát megnézzük, mit gondol erről Rusty Schweikart, és azért pont tőle kérdeztem, mert hát ugye nekünk van valami némi közös ismerettségünk már régebbről, és ezt tette lehetővé, hogy megkerestem e-mailben egy ilyen interjúkéréssel, és hát ő meg egyébként Kaliforniában lakik, tehát hogy az meg innen is jóval messzebb van, tehát ez az Egyesült Államok másik partja, de ezt az interjút ezt sikerült így még tető alá hozni ilyen módon, és hát én, szerintem nekem ez egy életre szóló élmény volt, hogy beszélhettem vele. És ráadásul ilyen hosszan a rendelkezésünkre állt, úgyhogy hát
köszönj neked is, meg nektek is, tehát az egész Parallaxis csapatnak, hogy így ösztönöztek, hogy keressünk már valakit az éved nyitóra, és őszintén szóval nem gondoltam volna, hogy sikerül összehozni ezt az interjút, de hát nagyon boldog vagyok, hogy sikerült, és szerintem tök érdekes lett. Most itt mondtad, hogy ugye elég hosszan a rendelkezésünkre állt, és valóban majd, kedves hallgatók, ti is halljátok, hogy majdnem 40 percig beszélgetett Miklós vele, de azért megkínoztad ezt, el kell, de, hogy mondjam, igen, hogy... igen. Ugye? Úgy tűnik egyébként, és hát majd, hogyha a videót megnézik a hallgatók, amire szintén lesz lehetőségük, akkor ott látni fogják, hogy van egy pont, ahol ugye elkezdi dörzsölgetni a szemét, és akkor én gondoltam, hogy hú, hát jól lefáradt Rusty, hát azért azt tegyük hozzá, hogy Rusty Schweikart jelenleg 85 éves, tehát nagyon fiatalos, de hát azért persze gondoltam, hogy biztos le lehet fárasztani. Most ennek ellentmond, hogy miután itt vége van az interjúnak, és kikapcsoltuk a Skype-ot, még vagy fél órát dumáltunk másról, és nem én voltam a kezdeményező fél, hanem ő. Az Apollo 9 útja nem tartozik azok közé a nagy világsajtót izgalomba tartó és mai napig emlékezetes úttak sorá közé, mint mondjuk az Apollo 8 vagy az Apollo 11, esetleg az Apollo 13 küldetése. Miért van az, hogy például Russell Schweikart nevét az kevésbé ismerjük, mint mondjuk Neil Armstrongét, ami persze egy eléggé gonosz párhuzam, mert ezt összehasonlítani az alma vagy körte, mert nyilván az első ember, aki megjárta a holdat, arra jobban emlékszünk, vagy az a név az jobban megmarad az emlékezetünkben, mint a világ első holdkom pilótája, pedig valójában, ha nem lett volna a Rusty Schweikart, és nem lett volna az a küldetés, akkor nyilván létre sem jött volna a holdra szállás. Így van, tehát ugye persze itt Rusty Schweikartot talán tényleg nem túl fel Neil Armstronggal párhuzamba állítani, de abszolút párhuzamba lehet állítani Buzz Aldrinnal, ugye, hiszen az Apollo 11-en ő volt a Holdcom pilóta, tehát a Rusty Schweikart megfelelője. Nyilván, ahogy hallani is fogjuk, a Holdcompot ezen az úton próbálták ki először, ugye ez egy egymásra épülő kísérlet sorozat volt, és hát az nem lehetett egyből dúl bele a holdra szállással megpróbálkozni, előtte mindent ki kellett alaposan próbálni, és ezért az Apollo 9 annyi újítást hozott be, amit szerintem azóta se nagyon hozott be más űrküldetés. Tehát olyan, hogy egy űrrepülésen ennyi újdonság egyszerre jelenik meg, az körülbelül példátlan, és ezért én azt gondolom, hogy az Apollo 9, az lehet, hogy nem, azt mondod, nem olyan látványos, mert a Föld körül keringtek, és nem mentek el a Holdig, de mérnöki technikai szempontból egészen elképesztő, és emiatt én azt gondolom, hogy az Apollo program egyik legfontosabb küldetése, mert enélkül valóban az Apollo 11 az egyáltalán nem lett volna lehetséges, pedig az még ugyanabban az évben megtörtént, tehát az Apollo 9 ugye 1969 márciusában repült, ha jól emlékszem, és ugye 4 hónappal később Armstrongék már kitűzték az ászlót a Holdra. Nyilvánvaló, hogy az utóbbi az előbbi nélkül nem lett volna lehetséges. Claudia, neked mi az első olyan emléket, ha visszatudsz emlékezni rá, ami mondjuk az Apollo programmal kapcsolatos, vagy a Holdra szállással kapcsolatos? Húha, na most ez mindjárt kezdéstek egy nagyon jó kérdés, ugyanis rólam azt kell tudni, hogy én csak a később ismerkedtem meg a csillagászat űrkutatás világával 2008-ban, ez 13 évvel ezelőtt voltam, amikor a férjemet megismertem, úgyhogy én előtte ezen a területen teljesen nem voltam képben, inkább a csillagászat, mint az űrkutatás. Az Apollo 13 című filmet, amikor láttam kamaszkoromban, így a 2000-es évek elején, talán az lehetett így kifejezetten az első ilyen élményem, de tényleg ez egy filmes élmény volt. És mit láttál először? Hát egy katasztrófa helyzetet gyakorlatilag. Igen, azt is azért néztem meg, mert ugye a Gary Sinise szerepelt benne, és én akkoriban eszméletlen sok helyszínelőket néztem, és megláttam, hogy a Gary Sinise szerepel benne, és hát ezt meg kell nézni. Tehát nem is a téma miatt néztem meg, hanem a színész miatt, úgyhogy én kérek utólag mindenkitől elnézést, de én nekem ez a terület, ez nagyon sokáig teljesen ismeretlen volt. De milyen csodálatos ez, nem Miklós, hogy nem várt helyről érkezik a tudomány szeretete gyakorlatilag, és... Igen, de én abszolút tudok ezzel azonosulni, mert hát még a Parallaxisban is többször elmondtuk már, hogy ugye én magam is az Apollo 13 filmet
megnézve kezdtem el ezzel a dologgal foglalkozni annak idején. Úgyhogy ez abszolút. Hát szerintem egy marha jó film. Gary Sinise is marha jó benne egyébként. Jó, akkor most már annyira nem szégyellem magam. Nem, ne vicceljetek, hát szerintem zseniális volt ez az egész film. És ugye ahhoz kell hozzánézni az Apollo 9-et, mert az Apollo 9 az az ellentéte az Apollo 13-nak, egy olyan repülés, ahol gyakorlatilag minden tökéletesen működött. Ne is húzzuk tovább az időt, akkor következzen a beszélgetés Russell Schweikarttal, az Apollo 9 legénységének tagjával, a világ első holdkompilótájával, itt a műsorban magyarul. Kő Gergőnek köszönjük, hogy a hangját kölcsön adta Rusty Schweikarttnak, úgyhogy jó szórakozást kívánok, az interjú után visszajövünk. Nagyon megtisztelő számunkra, hogy ma este Russell L. Schweikart szerepel a műsorunkban, akinek nem nagyon van szüksége talán bemutatásra sok hallgatónk számára, de azért egy kicsit mégis, mert szerintem a legtöbben, ha ismerik, úgy ismerik Rusty Schweikartot, mint az Apollo 9 holdkompilótáját, az első tényleges holdkompilótát, aki az Apollo 9 küldetésén repült 1969-ben. De természetesen sokkal többről lehet szó az ő esetében, és ezeket meg is beszéljük majd. Például az az alkalom, amikor először találkoztunk, olyan 12 évvel ezelőtt a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség kongresszusán volt Glasgow-ban, ahol egy nagyon érdekes beszélgetést folytattunk az ön veszélyes aszteroidák eltérítéséről szóló kezdeményezéséről, vagyis nagyon sok fontos kérdésen dolgozott, és dolgozik, azt hiszem, manapság is. Ezért nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat erre a kis beszélgetésre. Először is úgy gondolom, hogy bár sok mindenről szeretnék szót váltani, de mégis azt javasolnám, hogy menjünk vissza az időben 1968-ba. 1968-ban ugyanis a NASA már végrehajtotta a Hold program óriási Saturn 5 rakétájának két pilóta nélküli tesztrepülését, és ezek közül a második, az Apollo 6, az úgy alakult, hogy én azt gondolom, hogy a mai NASA ezt egy közel katasztrófának minősítené, és ha valami ilyesmi történne manapság, akkor az legalább két évnyi további fejlesztést vonna maga után. De akkor 1968 volt az űrverseny csúcspontja, így aztán érdekes módon a programvezetői úgy döntöttek, hogy oké, volt itt néhány rázós probléma, de sikerült megtalálni és megoldani őket, így hát miért is ne tehetnénk embereket a harmadik Saturn 5 rakétára. És ez lett volna az Apollo 8 küldetése, amelyre ön volt kijelölve Jim McDivitt parancsnokkal és David Scott-tal együtt. De természetesen ugye ott voltak a szovjetek is, akik éppen felgyorsították a Hold körüli programjukat, és ott volt a Holdcomp is, amely ezen a repülésen debütált volna, de még nem állt készen. Ezért aztán a NASA úgy döntött, hogy valahogy átcserélgeti ezeket a küldetéseket, és így hát ön az Apollo 9-en találta magát, mint a világ első Holdcomp pilotája. És ehhez kapcsolódnak a kérdései. Az első az, hogy hogyan is történt mindez. Az űrtörténeti beszámolókban több verziót is találni erről. Egyesek azt mondják, hogy például Jim McDivitt parancsnoknak volt némi beleszólása ebbe a cserébe, mások szerint viszont nem. Kíváncsi vagyok, hogy mi az ön verziója. Volt a legénység tagjainak beleszólása ebbe a cserébe, hogyan történt mindez? Well, I have no idea. Nos, fogalmam sincs. If I did at some point. Ha valaha volt is, mostanra biztos elfelejtettem, régen volt. That was a long time ago. De biztos vagyok benne, hogy Jimmy McDevittnek kellett, hogy ebben legyen némi szava, ez szerintem nem kérdés. Jim volt a parancsnokunk, ő ráadásul a második űrhajós csoport tagja volt, míg én és Dave Scott mindketten a harmadik csoportba tartoztunk. Így tudod, Jim nem csak a mi parancsnokunk volt, de elég magas ranggal bírt az irodában akkoriban. És persze ez volt a második alkalom, hogy egy küldetést vezetett, hiszen ő vezényelte a Gemini 4 missziót, amikor Ed White-tal repült együtt, tehát biztos vagyok benne, hogy Jimmy McDevittnek volt ebbe beleszólása.
Nos, ez egybevág azzal, amit Andrew Chaikin ír, aki szerintem az egyik legjobb könyvet írta az Apollo programról, az A Man on the Moon, Ember a Holdon címűt, amelyben a következőt írja erről. Kevés űrhajós lepődött volna meg azon, ha megtudja, hogy Jim McDivitt visszautasította a Holdat megkerülő küldetést, hogy megtarthassa ezt a másikat. És itt jön a vicces rész. Bár kevesen mondtak volna ilyet nyilvánosan, de sokan úgy látták, hogy az Apollo 8 alig volt több, mint egy utazás, tényleges pilótát igénylő repülés nélkül. Ám az Apollo 9 egy valódi belepülő pilóta ünnepély volt, valójában bonyolultabb, ambiciózusabb és bizonyos szempontból veszélyesebb is, mint az Apollo 8. És persze Holdcomm pilótaként ön rendkívül fontos szerepet kapott ebben a küldetésben, de ha felajánlották volna a lehetőséget a választásra, hogy körbe repülje Holdat az Apollo 8-al a Holdcomm nélkül, vagy maradjon csak Föld körül, de holdkompos küldetésen, ön az utóbbit, az Apollo 9-et választotta volna? Igen, egyértelműen. Ez nem is kérdés. Na most, ami a történelmi szempontot illeti, az más, mint a repülőpilóta szempontja. Bárki, aki valamit úgy igazán repülni akar pilótaként, nos, annak az Apollo 9 küldetés nyilvánvalóan az Apollo 8-nál sokkal többet jelentett. Másfelől viszont, ami a történelmet illeti, úgy gondolom, az Apollo 8 mindenképpen sokkal emlékezetesebb, és még mindig az lesz, mint az Apollo 9. Az Apollo 9 egy valódi mérnöki tesztrepülés volt, ám az Apollo 8 jelentette az első alkalmat, amikor emberi szemek nézhettek vissza a mély űrből a Földünkre. Távolról a naprendszer egy másik égi testjének közeléből, és láthatták az otthonunkat olyannak, amilyen valójában. Egyedül a világűr feketegségében. Tehát ez egy igazán történelmi küldetés volt, és ezt fontos megjegyezni, ha bár nagyon boldog vagyok, hogy az Apollo 9-en Holdcomm pilóta lehettem. Egy igaz, a legelső valódi Holdcomm pilóta a világon, ez fantasztikus. És azt kell, hogy mondjam, kiráz a hideg, ha arra a tényre gondolok, hogy ez volt a legelső olyan eset, amikor egy olyan űrhajóban utaztak emberek, szabadon repülve az űrben, amely nem volt alkalmas arra, hogy visszatérjen a Földre. Gondolom, ez biztosan egy eléggé furcsa érzés lehetett. De nem is csak ez volt az újdonság, hiszen olyan sok ismeretlen tényező, újdonság, újítás szerepelt a repülésen, hogy szerintem mind a mai napig az Apollo 9 tekinthető minden idők egyik legambiciózusabb űrrepülésének. Nos, igen. Azt hiszem, mérnöki szempontból ez tényleg teljesen igaz. Valóban nagyon sok újdonságot és egy teljesen vadonatúj űrhajót teszteltünk egy másik űrhajó társaságában, ami mindössze kétszer repült korábban. Vagyis ez egy valóban elképesztően ambiciózus küldetés volt, másfelől viszont nem kellett leszállnunk a Holdra, ami azért szintén egy elég izgalmas ügy volt. Hiszen persze addigra már kipróbáltuk a holdkompot, de azt nem tesztelhettük, hogy ténylegesen tud-e landolni. Szóval az egész Apollo program rendkívül nagyra törő volt, összehasonlítva egy csomó mással, ami azóta történt. Igen, ez így igaz. Ráadásul ezen a fantasztikus küldetésen tulajdonképpen, ha úgy tetszik, egy harmadik űrhajó tesztelését is el kellett végezni, ez pedig nem más, mint a holdi űrséta szkafander, amely elsőként volt önálló életfenntartó rendszerrel felszerelve az amerikai űrprogramban, sőt, talán a világon a szovjeteket is beleértve, ebben nem vagyok biztos. De az bizonyos, hogy ön volt az első amerikai űrhajós, akinek saját életfenntartó rendszerrel felszerelt űrruhát kellett kipróbálni. Aztán meg ott volt még egy kulcsfontosságú újdonság, amit nem szokás hangsúlyozni, és amelyhez hasonlót az oroszok aztán még évekig nem alkottak meg, a dokkoló átjáró. Ez manapság az én generációmnak magától értetődőnek tűnik, hogy két űrhajó összekapcsolódik, és kinyitod az ajtót a kettő között, és átlebegsz az egyikből a másikba, de akkoriban ez is vadonatúj technológia volt, ugye, és azt is az Apollo 9-en alkalmazták el. Így igaz. És hála az égnek, a későbbi űrprogram átjáró csatorna, illetve dokkoló rendszer konstrukciói nem az Apollóhoz kidolgozott modellt vitték tovább. Az Apollo modellben ugyanis a csatorna külső része eléggé egyszerűen, csak két összekapcsolódó csőből állt, de a közepén ott volt a botos kúpos kapcsolómechanizmus.
melyben a kúp egy egyszerű tölcsér volt egy lyukkal a közepén. De a botos mechanizmus egy elképesztően komplikált szerkezet volt. Nem tudom, ismered-e, azt hiszem, ez amerikai szleng, szóval ez egy valódi Rube Goldberg szerkezet, amit a röhelyesen komplikált szerkezetekre használunk, amik annyira bonyolultak, hogy az már szinte abszurd. De szerencsére a mostanság használatos dokkoló rendszerekben a mozgó alkatrészek az alagút pereménél, szélénél vannak elhelyezve. Az átjáró cső kerülete mentén, az út közepén mindig szabad. Nem kell egy ilyen komplikált dolgot kiszerkeszteni a közepéről, hogy átmehesse. Szóval a dokkoló rendszerünk nagyon bonyolult volt, és éppen ez volt az ok, amiért az én űrsétámnak nagy jelentősége volt. Hisz ha a holdkomp és az anya űrhajó szétválasztásakor, amikor az űrrendezvű technikáját teszteltük, szóval ha ezek után az összekapcsolódáskor a dokkoló rendszer, vagy a csatorna nem működött volna, vagy ha összekoccantunk volna és elromlott volna ettől, és nem tudtunk volna kiszerelni a kúposbotos mechanizmust az átjáróból, nos akkor Jim McDevitt és én csak is űrsétával mehettünk volna vissza a parancsnoki egységbe, vagyis a hőpajzsunkhoz, ami kell ahhoz, hogy élve visszatérjünk. And by the way, to our heat shield, which would allow us to return alive, was to go external. Ki kellett volna másznunk a holdkombból, és kívül átmászni a parancsnoki egységhez, majd be annak az ajtaján, szóval éppen ennek a kipróbálása volt az én űrsétám egyik legfontosabb célja. Erre a küldetés harmadik napján került sor. És biztos vagyok benne, hogy ezt már rengetegen megkérdezték, de volt-e az ön számára egy olyan váratlan pillanat a repülésen, ami az Apollo 8 űrhajósainak földkelte pillanatához fogható, amire nem számítottak küldetés során? In the nem tudom, talán ez egy buta kérdés. Not a stupid question, maybe it is. Nem, egyáltalán nem az. De valójában ezen nem nagyon gondolkoztam még. Really have any surprise, I mean, in terms of something. Nem nagyon értek olyan jellegű meglepetések, mint amit említesz. Például földkelte élmény, ami valóban rendkívül látványos és drámai, és valóban történelmi jelentőségű volt. De nekünk nem volt részünk ilyen nagy meglepetésekben. Az egyetlen említésre méltó hiba a küldetés során akkor történt, amikor épp készültünk a holdkompban lekapcsolódni, és a dokkoló szerkezet két része, amiről az előbb meséltem, nem akart szétválni. A szimulátorban Dave Scottnak csak fel kellett kattintani a kapcsolót és elengedni, és akkor a dokkolóbot kinyúlt, és szépen ellökte a holdkompot, az meg szépen eltávolodott ettől. De a valóságban, ahogy a repülés során kiderült, a bot valóban rendben kinyúlt, de még mielőtt teljesen kinyúlt volna a három kicsi retesz a kúpos oldalon a végénél, nem engedte el, hanem ehelyett döndült egyet, a szétválási sebességünk meg hirtelen nullára csökkent, és érted? Így egy elég nagy bummot hallottunk. McDivitt és én összenéztünk, hogy mi az ördög volt ez. Egymásra néztünk, majd ki az ablakon, és azt láttuk, hogy immár nem távolodunk az űrhajótól, tehát most talán azt kellene mondanunk Dave-nek, hogy húzzon minket vissza a szoros dokkolás állapotába, és kérdezzük meg a földieket, hogy szerintük most mit tegyünk. De ekkor David Scott azt mondta, hogy oké, kiszabadultatok, mert ő közben megnyomta a gombot még egyszer. Jim és én egymásra néztünk, hogy hát nos, oké, Dave, reméljük, nem törtünk el semmit, és hogy majd újra össze tudunk kapcsolódni, majd 8 óra múlva az kiderül. Szóval igen, ez volt az egyetlen meglepetés, és ez is nagyon enyhe volt, mert aztán amikor eljött az idő, hogy újra összekapcsolódjunk a dokkolórendszer, teljesen jól működött, minden probléma nélkül, szóval ez ennyi volt. Vagyis ez ilyen értelemben egy elég sima küldetés volt. De mondanék néhány szót valamiről, ami talán a kívülállóknak furcsa lehet.
Szóval a felkészülés során, amikor a szimulátorban repülsz, egy olyan művelet, mint például az űrrendezvú és a dokkolás, szinte sose hajtasz végre hibák nélkül. Persze nem arról van szó, hogy a szimulátor bedöglik, hanem arról, hogy azok, akik a szimulációt futtatják, folyamatosan hibákat generálnak neked, amiket meg kell oldanod. Így aztán, amikor eljön a tényleges repülés, akkor azt veszed észre, hogy csinálod a tennivalókat az űrrendezvú során, mész végig ugyanazokon a procedúrákon, mint a szimulátorokban, és meg Deviddel egyszer csak azon veszük észre magunkat, hogy nincs tennivalónk. Hogy minden elég könnyen megy, és még arra is marad még időnk, hogy kinézzünk az ablakon és leellenőrizzük a számításainkat, és meglepetten konstatáljuk, hogy van egy csomó időnk, és ennek az volt az oka, hogy minden működött. És a holdrepülések esetén még inkább ez volt a helyzet. Miért? Mert egy hold körüli keringés 2 óráig tart, míg a föld körüli pályán egy fordulat 1,5 órás, szóval 2 óra osztva 1,5, 120 per 90. Vagyis 4/3-szor annyi idő jut ugyanarra, mert tudod, hogy ezekben a manőverekben a szögelmozdulás számít a pálya mentén, és a szögsebesség a hold körüli pályán kisebb. Szóval a lényeg, hogy egy csomó minden sokkal egyszerűbben megy, sokkal több időd van rájuk, mint a szimulátor. Na hát, ez csodálatos, ezt sose gondoltam volna. Azt hittem, hogy pont fordítva van, őszintén szólva. Azt gondoltam, és szerintem a legtöbben így hitték, hogy a valódi repülésen sokkal nagyobb a sietség, hiszen ott van a súlytalanság és a csomó más tényező. Szóval érdekes ezt hallani, hogy a valóságban ez pont fordítva van. Nos, általánosságban több időnk van, de az űrsétára mindez nem igaz. Ott ugyanis az a helyzet, hogy az idő rendkívül értékes, és ott majdnem mindig valamivel több időt vesznek igénybe a dolgok, mint gyakorlásban. Ez még inkább igaz a mostani űrsétákra, hiszen manapság igazán megterhelő feladatok vannak. Mi még lényegében csak teszteltük az űrruhát, kipróbálgattuk, hogy működnek-e az eszközök, miközben manapság azért néz ki űrsétára, mert nagyon sok fontos szerelő munkát kell végezni. Kábeleket összekötni, összeszerelni, vagy szétszedni dolgokat, csavarokat kibecsavarozni, és így tovább. És az egész nagyon hasonló ahhoz, mint amikor egy ház körül szerelgetsz. Például amikor meg kell javítani a vízvezetéket, mindig kiderül, hogy sosem úgy megy, mint ahogy azt eltervezted. Szóval az űrséták általában nagyobb kihívást jelentenek, mint a szimulációban. De az űrrendezvú ezzel szemben eléggé egyszerűnek bizonyult. Minden jól működött, és ez csodálatos volt. El kell, hogy mondjam, hogy az űrséta során elkészítette azt a fényképet, ami számomra egyike az egész Apollo program 5 legjobb képének. Arról van szó, amely a honlapjának a fejlécében is szerepel, amelyiken David Scott éppen a felállós űrsétáját végzi, vagyis kihajol űrruhában a parancsnoki egység ajtaján, és ezt ön fényképezi valahogy a holdkomp létrája tetejénél levő tornác irányából, vagy valahogy is. És én tényleg úgy vélem, hogy ez az űrprogram egyik legjobban komponált felvétele. Azt persze nem tudom, hogy mitől kifejezett. Megkérdeztem a művész ismerőseimet, hogy vajon az aranymetszés miatt, vagy miért lehet ez. Még mindig nem tudom, de az biztos, hogy ez egy csodálatos kép, és így aztán ön az egyik kedvenc fényképészem. Na de, van itt még egy csomó egyéb megbeszélnivalónk, hiszen nem sokkal azután, hogy leszerelt a NASA űrhajós irodájától, ha jól tudom, ön és néhány kollégája, beleértve szovjeteket is, létrehozták ezt az úgynevezett űrfelfedezők egyesülete, Association of Space Explorers nevű szervezetet, az AESE-t, amely tulajdonképpen mindazok valamiféle bajtársi szövetsége, akik repültek a világűrben, vagy valami ilyesmi, egy nemzetközi űrhajós szövetség. És az ok, hogy ezt a beszélgetést nem folytattuk le tavaly élőben, csak most is online,
Ez azért van, mert sajnos elhalasztották az ESI kongresszusát, amely tavaly éppen Budapesten lett volna, de hát a járvány miatt ez nem történt meg, és meg lehet, hogy idén sem jön össze, ezt még nem tudhatjuk. De az biztos, hogy ön az ASI-nek egy fontos alapító tagja, vagy éppen az egész megalapítása az ön ötlete volt? Igen. Igen, azért kezdtem bele, mert mindig is úgy éreztem, tudod, hogy ez a kis űrhajós kitűző, amit hordunk a gallérunkon. Szóval, amikor elkezdtük annak idején beszélni ennek a kitűzőnek az ötletéről, akkor emlékszem egy beszélgetésemre John Glennel. Én még újonc voltam az irodában akkoriban, épp csak űrhajós lettem, és bementem John irodájába. Becsuktam az ajtót, hogy senki ne hallja, és megkérdeztem. Hiszen mindig úgy éreztem, hogy John és én jól megértjük egymást. Szóval megkérdeztem, hogy ez a kitűző csak nekünk, amerikai űrhajósoknak jár, vagy másoknak is, akik megjárták az űrt. John felnézett, majd kicsit oldalrasan nyitott, és így szólt. Rusty, ez egy érdekes ötlet, de nem igazán javaslom, hogy nagyon hangoztasd ezt a felvetést. Én megmondom, oké, John, nem fogom. De onnantól kezdve bennem volt az a gondolat, és még csak jobban felerősödött a repülésem után, miután láttam a Földet kívülről. A Földet az űrből látni egy olyan élmény, ami fontos az emberekkel megosztani. És ez az emberi élet, az emberi faj egy közös élmény. Nem csak az amerikaiaké, az oroszoké, a szovjeteké, a magyaroké, vagy akármiké. Ez itt az emberiség, sőt, az egész földi élet, amely elkezd kifelé mozdulni erről a mi gyönyörű bolygónkról. Az anyaföldünkről a világűrbe. És én nagyon fontosnak érzem, hogy mi, mindazok, akik ezt megtapasztaltuk, ezt az egyedi és előremutató élményt, csoportként is tudjuk találkozni. Így hát felvetettem ezt az ötletet szó szerint a hidegháború csúcsán, és amikor először utaztam a Szovjetunióba, az volt a valódi célom, hogy felderítsem, hogy vajon a kozmonautákat érdekelni egy eféle szervezet megalapítása. De persze ezt nem hangoztathattam, ezért tudod, a szovjet utazásom hivatalos indoka az volt, hogy ismertessem a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának, amerikai és kanadai tanulmányokkal foglalkozó intézetét az Egyesült Államok energiapolitikájáról. Mert akkoriban a Kaliforniai Energiaügyi Bizottság titkára voltam, de valójában ezért utaztam oda az 1970-es években. Azt hiszem először 1972-ben Moszkvában. És ott aztán találkoztam néhány űrhajóssal, akiket már régebbről ismertem. Persze azt nem mondanám, hogy akkoriban különösebben jó barátságban voltunk, hiszen csak nagyon ritka alkalmakkor találkoztunk, és nagyon kevés időt töltöttünk együtt. De a szervezet megalapításának az alapgondolata éppen az volt, hogy jobban megismerhessük egymást, és megoszthassuk a közös élményünket az emberekkel és a világgal együtt. Szóval volt nekem ez az ötletem, és elvittem nekik. És volt még néhány másik amerikai űrhajós is, aki támogatta ezt az ötletet. Sokan semlegesek voltak a kérdésben, és néhányan bizony hevesen ellenezték. Szóval nehéz volt beindítani, hiszen, még egyszer mondom, mindez a hidegháború csúcsán történt, és én vállaltam ezt a kockázatot, amiért később meg is büntettek, de túléltük. És már a ASI egy tekintélyes szervezetté vált 31 néhány évvel később.
Valóban, és az is nyilvánvaló, hogy az ESI nagyon fontos munkát végez, és rendkívül fontos ügyekkel foglalkozik. Ezek egyike a kisbolygó veszély elhárítás, ami éppen az a téma, amiről ön 12 évvel ezelőtt előadott az IAC kongresszuson, és ez engem azóta is teljesen lenyűgöz, mert van ennek az egésznek egy olyan vetülete, amire azelőtt sohasem gondoltam. Mégpedig az, hogy a kisbolygó eltérítés szükségszerűen egy valódi közös nemzetközi koordinációt igényel, és amennyiben jól értem, önök éppen egy ezzel kapcsolatos protokollt dolgoztak ki, hogy nemzetközi szinten hogyan kell ezt a problémát kezelni, és kiderül, hogy ez egy cseppet sem egyszerű diplomáciai kérdés. Kérem, mondja el, hogy miért? Mi itt a probléma? Igen, most azt hiszem lényegében három fő aspektusa van annak, hogy megvédjük a Földünket az aszteroidek becsapódásától. Az első a korai riasztás. Ez eléggé kézenfekvő. Meg kell találni a veszélyes kisbolygókat, meghatározni a pályájukat, és előre jelezni, hogy eltalálják-e a Földet vagy sem, valamikor a jövőben. Amint kikövetkeztetted, hogy milyen a másik test pályája, összeveted a Föld pályájával, és előrevetítve kiszámítod, hogy mondjuk a következő 100 évben metszik-e egymást. Lesz-e ütközés, vagy sem. Szóval ez a korai riasztás, ami történik például a távcsöves megfigyelések segítségével. De most ne erre fókuszálj, hanem inkább a második aspektusra, vagyis arra, hogy mit kell tenni, ha látjuk, hogy a Föld és egy kisbolygó pályája metszik egymást. Akkor az a kérdés, hogy lesz-e a két égitest egy időben, egy helyen, valamikor a jövőben, azaz várható-e ütközés? És ha a válasz az, hogy igen, akkor el kell téríteni a kisbolygót. Ehhez oda kell menni, és eltéríteni a kisbolygót oly módon, hogy egy kicsi mértékben megváltoztatjuk a pályáját úgy, hogy ez a találkozás ne következzen be. Ez tehát az aszteroida eltérítés folyamata. Na de itt jön a harmadik aspektus, vagyis az, hogy minden kisbolygó, amely bizonyos valószínűséggel eltalálja a Földet, annak pályája egy vonalat rajzol a Földre, amelynek mentén valahol bekövetkezhet a becsapódás. Lehet, hogy ez a vonal a földgolyó egyik szélén húzódik, vagy éppen a közepén át. Lehet, hogy ferdén erre vagy arra döntve. De a lényeg, hogy húzódik majd egy képzeletbeli vonal a föld felszín mentén, amit úgy hívunk, hogy kockázati folyosó. Más szóval, a szóban forgó aszteroida becsapódásának van egy bizonyos valószínűsége, és ha megtörténik, a becsapódás egy konkrét helyen fog bekövetkezni, ezen vonal mentén. De nem tudhatod pontosan hol, mert a követésnek sokkal pontosabbnak kell lennie, mint ami lehetséges ahhoz, hogy a folyósót egy ponttá zsugoríthasson. Vagyis a követési pontosság 5-10 évvel a becsapódás előtt nem elég jó ahhoz, hogy tudhassuk, hogy hova fog becsapódni. Tehát amikor elindítasz egy eltérítő küldetést, nem tudhatod, hogy konkrétan kit találna el. Vajon az Egyesült Államokat? Vagy az Atlanti óceán közepét? Esetleg Spanyolországot? Magyarországot? Kínát? Így aztán egy nehéz döntést kell hozni, hogy menjünk föl eltéríteni egy aszteroidát, amely mondjuk a követési adatok alapján az adott például 1 a 10 eséllyel találja el a Földet, mert ilyen mértékű a követési bizonytalansága 10 évre előre. Viszont el kell indítani a küldetést már most, ha el akarod téríteni, mert ha vársz még 5 évet, akkor már nem lesz elég időd az eltérítésre. Na most ebből következően ez egy hatalmas geopolitikai döntés, amit itt, most meg kell hozni. Költsünk, vagy ne költsünk el $500 milliárd arra, hogy fölküldjenek egy eszközt megvédeni a Földet egy aszteroidától, ami esetleg eltalálja a Földet, de ezt nem tudjuk biztosan megmondani addig, míg oda nem érünk. Szóval ez egy elég nehéz probléma. Ki fizessen mindezért, és ki a felelősség? És ha úgy döntesz, hogy nem indítod el a küldetést, mert 9 a 10-hez az esélye, hogy nem csapódik be, de aztán mi van akkor, hogy nagy Isten mégis becsapódik, mert valaki hozott egy döntést, egy politikai döntést, hogy ne térítsük el. Szóval ez egy nagy és nehéz döntés, és éppen ezek a politikai döntések a legrosszabbak.
Ezek közül is a legrosszabb, amit kicsit nehéz elmagyarázni, de hadd próbáljam meg nagy vonalakban. Szóval képzeljük el, hogy a becsapódás az említett folyosók közepén érné a Föld felszínét, de közben épp zajlik odafönt az eltérítési manőver. Na most eközben az történik, hogy úgy módosítod a bolygó kis pályáját, hogy a becsapódási pontot, amely a folyosó közepén lett volna, ugye, azt módszeresen eltolod a meccés vonal mentén egész addig, míg lekerül a Földről. Na igen, de két irányba is mozgathatod ennek során a becsapódás várható helyét. Például mondjuk a vonal mentén keletre tegyük föl, ott van Bécs vagy Budapest. Ha pedig balra, nyugat felé téríted, akkor meg ott van Washington és Houston. Tehát merre toljuk el? Azok, akik Houstonban laknak, nyilván azt fogják mondani, hogy Európa felé toljuk, az ottaniak, meg azt, hogy nyugat felé. De akárhogy is csinálod, növeled a veszélyt ugye olyan helyeken, amelyek amúgy biztonságban lettek volna. Így van, pontosan. Vagyis potenciális élethalál döntéseket kell meghozni, hiszen valami rosszul is elsülhet az eltérítés során. A várható becsapódási pontot szépen lemozgatod a Földről, bármelyik irányt is választod, de ha valami mégis rosszul megy az eltérítéskor, akkor olyan emberek életét veszélyezteted valahol, akik eredetileg nem is lettek volna veszélyben. Miközben próbálod mindenki számára eliminálni a veszélyt. Vagyis számolni kell egy átmeneti kockázatnövekedéssel a Föld bizonyos pontjain, annak érdekében, hogy mindenkit megvédhessünk. És ez egy irdatlan nehéz politikai döntéshelyzet. Nem lesz egyszerű a világnak meghozni egy ilyen döntést. És ezért van az, hogy a korai riasztás és maga az eltérítés is annyiban egyszerűek, hogy ezek technológiai ügyek, de a geopolitikai döntéshozás az egy nagyon-nagyon kemény dió. És nemrég zajlott egy ilyen gyakorlat, amiről talán te is olvastál, amilyeneket ilyen bolygóvédelmi konferenciákon szoktunk tartani. Ebben egy képzeletbeli becsapódási helyzetet modellezünk szerepjátékszerűen, és megpróbáljuk a döntéshozani folyamatot valósághűen eljátszani és megvizsgálni, hogy el tudjuk-e téríteni a kis bolygót. Az egyik ilyen gyakorlaton, amit idén tartottunk, és az eredményét a világ elé tártuk, az történt, hogy mivel a szimulált kisbolygót túl későn fedezték fel, mindössze néhány évvel a becsapódás előtt, sőt, azt hiszem, csak 6 hónappal azelőtt, így az egyetlen lehetőség az eltérítésre egy atomrobbantás volt, amely szó szerint darabokra robbantotta a kisbolygót, és ezt nem sikerült időben végrehajtani. Vagyis a szimulált aszteroida becsapódott. Szóval ez is csak arra hívja a figyelmet, hogy ha-hó, munkára kell fogni a kisbolygókereső távcsöveinket, és lehetőleg évtizedekkel a potenciális becsapódás előtt felfedezni őket. Nem várhatunk 6 hónappal a becsapódás előttig, hogy megtaláljuk őket. Ezek nagy-nagy kihívások, és egyszer eljön egy nap, valószínűleg nem az én életemben, hát kicsit valószínűbb, hogy a te életedben, de egyszer bizonyosan szembe kell néznünk ezzel a döntéssel nekünk, mint bolygónak. Ez nem kérdés, csak az, hogy mikor. Igen, és azt gondolom, hogy éppen ön a legmegfelelőbb személy arra, hogy ezért az ügyért kiálljon, és mindig mondom, hogy ha a dinoszauruszoknak lett volna űrprogramja, akkor talán nem haltak volna ki. Mondjuk ezt inkább úgy, hogy ha lett volna egy értelmesen működő nemzetközi politikai rendszerük, akkor talán elkerülhették volna a kihalást. Nem hiszem, hogy sokunknak nagy bizalma lenne a jelenlegi világpolitikai rendszerben. Ez az életnek egy olyan területe, ami drámai mértékű fejlesztésre szorul. Ez így van. Na de van nekem még egy kérdésem, vagy hát volna kettő is, de már így is jó sok idejét elraboltam. De azt hiszem, mégiscsak egy dolgot még mindenképp meg akartam kérdezni, mégpedig a véleményét a jelenlegi mostanság körvonalazódó emberes űrprogramokról, gondolva itt az Artemis programra, a Gateway űrállomásra és a többire. Mert 12 éve
Amikor találkoztunk, hasonló kérdéseket tettem fel az akkori George Bush-féle űrfelfedezés vízió kapcsán, ami akkoriban nagyon aktuális volt, és akkor ön azt mondta, nagyon diplomatikusan, hogy nem valami nagy pártfogója annak a programnak, és azt is mondta, hogy inkább a Föld felé irányuló űrtevékenységre kellene fókuszálnunk, és nekem ez nagyon tetszett, hogy ezt mondta. De mik az érzései azzal kapcsolatban, ami mostanság történik? Nos, hát először is engedd meg, hogy nem is kijavítsam, de kiegészítsem legalább ezt a nekem tulajdonított megjegyzést. Szóval a Földre fókuszálni az valóban egy nagyon fontos része az űrtevékenységnek, de ezen felül számomra úgy tűnik, hogy mi éppen most születtünk ki a kozmoszba a bolygóba. És én úgy gondolom, ez egy nagy felelősség. Nagyon nagy hatalmunk van abban, hogy befolyásoljuk a jövőbeli fejlődésünket, és sikeresen terjeszkedjünk az űrbe az anyaföldről, hogy érettebbek legyünk, felnőjünk, és terjesszük az életet a világűrben. És ez nagyon rajtunk fog múlni, és én úgy vélem, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly felelősség. Is going to be largely up to us, and I believe that's a very, very serious responsibility. For that reason, I'm very supportive. Ezért én nagyon támogatom azt a hosszú távú víziót, ami manapság bizonyos egyének elméjében létezik, mint például Elon Musk, Jeff Bezos és mások, sok-sok fiatalember idáiban. Elon Musk and Jeff Bezos and others and many, many young people, as with NASA. Ők, akik NASA és a többi nemzeti állami űrügynökség mellett beszálltak az űr felfedezésében magánvállalkozásaikkal. Ez már önmagában egy hatalmas előrelépés, hiszen a kormányok nagyon esetlenek, lomhák tudnak lenni. Hiszen az adófizető polgárok pénzét használják. Míg Bezos, Musk és a többiek a saját pénzüket költik. Így mernek kockázatot vállalni, amiket a kormány tisztviselők nem szívesen. Elon Musk and others can spend their own money and take risks which government officials are very. Ha egy kormány finanszírozású programba hiba csúszik, akkor rögtön jön, hogy hűha, jaj, de szörnyű, miközben Musk abból él, hogy hibát hibára halmoz, de mindenki számára az a leggyorsabb módja a tanulásnak. Amint ezt minden síelő ember tudja, ha elesik. Másképpen, esések nélkül nem lehet megtanulni síelni. Na persze, ha folyamatosan csak esel, és sose tanulsz meg lecsúszni a domboldalról, az más kérdés. De a leggyorsabb fejlődés a hibákból, kudarcokból való tanulás útján érhető el, és olyasmit próbálgatásával, ami még nem megy. Szóval én nagyon lelkes vagyok a hosszú távú űrprogram iránt, de még ennél is jobban az iránt, hogy legalábbis az amerikai programban, de máshol is egyre inkább bizonyos mértékben még Kínában is. Az állami űrprogram szorosan együtt fog működni a magánkezdeményezésekkel, ahol valamivel kisebb mértékben húzódóznak a kockázatvállalást és a kudarcokkal. Aversion to risk taking and to failures. So I'm very enthusiastic. Szóval nagyon lelkes vagyok az iránt, és mindenképpen egyetértek Elon Musk-kal abban, hogy az emberiség hosszú távú jövője több bolygón képzelhető el, ez biztos. Ez számomra nem is kérdés. In my mind it will be, you know, in the long run out into the galaxy. És egyszer eljutunk a galaxis távolabbi vidékeire is, és valahol valamikor talán barátokra is lőjünk. Egyszer a távoli jövőben, nem mostanság. Anyway, akárhogy is, azt hiszem, ez egy tökéletes zárszó. Szóval úgy legyen. Nos, akkor lesz úgy, ha teszünk érte. Szóval tegyünk érte. Tegyük lehetővé, hogy ez létrejöhessen. Yeah, that's correct. Ez egy nagy felelősség minden emberi lény számára. Okay, Rusty Schweikart, nagyon köszönöm az idejét és a türelmét és a fantasztikus beszélgetést és mindazt a sok lenyűgöző információt, amit megosztott a hallgatóink nevében is. Köszönöm a meghívást, nagyon élveztem.
Én is köszönöm Russell Schweikartnak, a Parallax és Univerzum csapatának nevében, hogy rendelkezésünkre állt és elkészülhetett ez a fantasztikus interjú. Bennem fölmerült egy kérdés, mi az a döndülés? Ezt egy hangutánzó szónak gondoltam egyébként, én ezt könyvekbe olvastam. Magamban ritkán döndülök úgy magamban, meg nem nagyon használom ezt a szót, de hát a bang szót próbáltam lefordítani magyarra, de a boom az talán túl robbanásos lett volna, mert szerintem itt arról van szó, próbálom kiadni ezt a hangot, hogy dzsing, valami ilyesmi hangra gondolhatott Rusty, amikor azt mondta, hogy úgy egymásnak koccant tulajdonképpen a két űreszköz, és ugye ez adta ki ezt a hangot. Hát ezt, amikor fordítottam a szöveget, ez jutott eszembe, hogy döndülés, de ezek szerint ez nem egy túl gyakran használt magyar szó. Ez csodálatos, én remélem, hogy ez mémek százait indítja el. Tényleg, ennyire ritka ez a szó, ez ennyire nem köznyelvű. Én valamennyire ismertem, tehát én amikor úgy hallgattam, és mondtátok, hogy döndülés, igen, tehát én úgy hallottam már. Ebben az esetben arról van szó, hogy két olyasmi koccan össze, ami az űrhajó külsején van amúgy, tehát nem abban a részben, ami levegővel fel van töltve, de mégis meghalljuk a hangot az űrhajón belül. Miért? Hát azért, mert a fém szerkezetek ugye viszik tovább ezt a rezgés hullámot, vagy ezt a rezgést, és akkor azt ugye tehát megrezeg a két kaszni, ugye, és akkor az meg megrezegteti a levegőt belül, és ezt hallja az űrhajó, ezt hallja az űrhajós, de ez tényleg nem ez a közvetlen hang. Az jutott eszembe erről, még ezt gyorsan elmondom, hogy a nagymamám mondta, hogy milyen vicces volt, hogy amikor az Armstrong mászott le két repüléssel később a Hold Complete ráján, és ő ezt nézte tévén, akkor hallotta, hogy megdöndült, ugye, minden lépésnél a Hold Complete rája, és akkor hát ez hogy lehet, mert az űrben nincs hang? Hát azért, mert ugye az űrhajó űrruhán végigment a rezgés, felegészen az űrhajós száján elhelyezett mikrofonig, és akkor az berezgett. Tehát igen, nem csak a levegő viszi a hangot, hanem a tárgyak belsejében is terjed kicsit. Hát én beszartam volna, hogy gyakorlatilag ezt akarom mondani. Tehát, hogy kim vagyok az űrben, és megdöndül a kaszni, akkor azért az nem tudom, én lehet, hogy egy kicsit befoscsiztam volna. Bár én nem vagyok űrhajós alkat. Egyébként maga McDivitt úgy nevezte az Apollo holdkompot, hogy az egy papírzsepi űrhajó, mert olyan vékony egy csomó helyen a fala, pont azért, hogy könnyű legyen a holdra szálláshoz, meg mert nem kell visszajönni a föld légkörébe, ugye? Mint az alufólia. Tehát azért, ha egy ilyen megdöndül, vagy egy ütközésszerű helyzetbe kerül egy ilyen eszköz, ami helyenként ennyire vékony a faj, ahogy egyszer megesett, hogy egy szerelő leejtett egy villáskulcsot benne a földön, és kiszakadt, és kijött az alján, tehát hogy ez megtörtént eset. Tehát ha egy ilyen megdöndül, akkor azt hiszem azért én is, nekem is tele lett volna a székletgyűjtő felszerelésem az űrruhában, de hát Rustyékeket nem ilyen fából faragták. Nagyon sok érdekes dolog hangzott még el benne. Melyik volt az a beszélgetésnek azon része, ami a legmaradandóbb volt, a legmeglepőbb, vagy a legélvezetesebb számotokra? Hát igazából nekem pont, hogy az aszteroida eltérítés. És amúgy nekem is egyébként, erre csak rá tudok kontrázni. Tehát szerintem is, és egyébként azt is tök jó volt látni, hogy ő nem egy olyan Apollo űrhajós, mint ahogy néhány kollégája, aki utána úgy Apollo űrhajóskodott, és ilyen látszat pozíciókat elvállalt, meg ilyen igazgatósági tagságokon neveket, keresztül aztán nyugdíjba ment. Neveket, Miklós, neveket kérek. Jaj, ne, kérlek. Direkt nem akarok neveket mondani. A Rusty az egy iszonyatosan aktív elme, és látszik, hogy gyakorlatilag kutató munkát végez azóta is, és tökre benne van ebbe az aszteroida eltérítős puliban. Konferenciákon ad elő, de tudományos konferenciákon, nem ilyen, mi is egy olyanon találkoztunk annak idején, szóval szerintem tök menő, hogy ezt ő így csinálja, és nagyon hasznos munka ez, mert látjátok, milyen nehéz dolog megegyezni abban, hogy merre térítsenek el egy aszteroidet. Apropó konferencia, a beszélgetésben is elhangzik egy konferencia, ugye tavasszal még nem lehetett tudni, hogy megtartják-e, mi is ez pontosan, és lehet erről valamit már tudni? Ez az Association of Space Explorers kongresszusa, ami ugye tavaly lett volna Budapesten, és a Covid miatt elhalasztották, és most éppen úgy néz ki, hogy idén, novemberben megrendezésre kerül Budapesten, de a mondó vagyok, hogy erre is térjünk vissza, ha már látjuk, hogy a negyedik hullám és a következményei hogyan bontakoznak ki. Tehát nem kizárt, hogy novemberben rengeteg űrhajóst fogunk látni Budapesten konferenciázni.
És kihasználtad annak a lehetőségét ott Floridában, érted? Kennedy űrközpont jelentkezik, hogy megnézze egy kilövést, hogy valami ilyen űrös dolgot. Tudom, hogy már voltál sokszor kint Amerikában, és láttál mindenféle izgalmakat, és bejutottál olyan helyekre, ahova mi csak álmodunk, de most a kint tartózkodásod során volt erre valami lehetőséged? Képzeld el, hogy a nyáron úgy néz ki a Kennedy űrközpontban az indítási izé, hogy egyetlen egy start, tehát egyetlen egy start várható egész nyáron. Ugye lett volna kettő, abból az egyiket elhalasztották, a másik az, amikor veszük fel ezt a felvételt, ez lehet, hogy megtörténik. Amennyiben megtörténik, akkor megpróbáljuk azt egy háztetőről megnézni innen, ami egyébként annyira nincs közel a Kennedy űrközponthoz, de most a start napján nem tudunk oda menni. Hát ha véletlenül sikerül, akkor majd alkalom attán erről beszámolok. Azért a floridai időjárás az annyira változékony, hogy erre elég kevés az esély, de elméletileg lehetséges itt egy magas épületről megnézni, ahogy a SpaceX-nek a következő rakétája felszáll. Hát ha ez így lesz, az tök jó lenne. De egyébként érdekes, hogy mielőtt kijöttünk, gyakorlatilag havonta vagy két hetente indultak a startok. Mióta itt vagyunk, egyetlen egy se volt. Ez komoly. Szerintem téged úgy hívtak oda, hogy megnézték, hogy mikor a legkevesebb, mert valami a nemezised intézte a logisztikát. Claudia, neked volt valaha részed ilyesmiben? Nem, viszont képzeljétek el, hogy azért mi is próbálunk ugye közel jutni a világűr határához. Egyesületi szinten ugye volt a két űrbattyú indításunk, ugye ez a két magas légköri ballon, illetve hát most úgy fizikailag is próbálunk, megleptük magunkat egy hőlégballonos repüléssel, illetve siklórepüléssel. Sőt, nem tudom, tudjátok-e, de van Magyarországon lehetőség arra, hogy vadászrepülőben repülhetsz, wow. Ez ilyen 500 ezer forint, és tökölön. És most az a tervünk, hogy esetleg tavasszal megpróbáljuk ezt elintézni, és akkor repülünk vadászrepülőgéppel. Ez nagyon jó hangzik. Azt a mindenit. Hát erről be kell számoltatni majd Klaudiát, ha megtörténik. De meg. Én is nagyon kipróbálnám, itt csak halkan a hallgatók fülébe súgom, hogy donate.mtv.hu. De hát ez de nagyon... De ott lehet az Ádám jegyére, ott lehet adakozni. De hát ez tényleg nagyon izgalmasan hangzik. Én ezt nem tudtam, pedig nekem egyébként nagyapám vadász repülőgéppilóta volt. Úgyhogy, wow. Úgyhogy nagyon, de nekem sosem sikerült az ilyen a tűzhez közel kerülnöm, én testalkatomból és gírhességemből adódóan, betegeskedéseimből adódóan én nem nagyon voltam soha alkalmas, hogy ilyen extrémebb sportokat, vagy hát nem sport, az mondjuk nem sport, de hogy ilyen extrémebb dolgokban részt vegyek, de ha felajánlanák azt, hogy a jól emlékszem, az egy Boeing gép, ugye, ami a parabola íven repül a NASA-nak, Miklós, javíts ki, kérlek. Hát ki javítsalak? Hát a NASA-nak szerintem az egy KC-135-ös, most lehet, hogy én is rosszul mondom, de nem egy Boeing, de hasonló. Viszont amin én voltam, az az ESA-nak a parabola repülőgépe, az egy Airbus. Az egy Airbus 320-as. Szóval azt azért kipróbálnám. És azt simán kipróbálhatnád szerintem. Az izgalmas lehet. Claudia, ja. Megyünk? Tényleg, menjetek olyanra. Az jó buli. Pénzesebb hallgatóink az... kérjük, hogy támogassák ezt a törekvésünket, de ezt majd úgy is kivágom. Jól indul az évad, rögtön kirakod a kalapot. Jól van. No, hát véget is ért ez az első adásunk, ugye, amiben vendégünk volt Russell Schweikart, az Apollo 9 legénységének tagja, a világ első Holdcomb pilótája, és első adás volt ez neked is, Claudia, most így az évadban, vagy hát mostantól sokat fognak a kedves hallgatók veled találkozni, és ugye te az Impulzus Podcastben is szoktál lenni, ami baráti műsorunk, ugye Csabi műsora, úgyhogy abban is találkozhatnak veled. Igen. Még mielőtt elköszönnék, hát Miklós, mi a helyzet Szokolébresztő fronton? Ugye egész nyáron ott jöttek az új részek, attól függetlenül, hogy te Amerikában tartózkodtál, ott melyik volt az, amit így, ha hirtelen ki kéne a közeli múltból rántanod így a kalapból, és azt mondanád, hogy ez a mai podcastünkhöz, ez a Szokolébresztő epizód illik a legjobban, melyiket ajánlanád? A
Láthatatlanban azt, amit épp ma este fogok fölvenni egy ebéd keretében, ha minden igaz, és remélem, hogy ebből a szempontból minden igaz, Michael Derpel fogok beszélgetni, aki itt a Floridai Állami Egyetemen dolgozik, aki azt a híres tanulmányt írta 2016-ban, hogy az Apollo űrhajósok közül, akik a Holdra jutottak, azok többen gyakrabban halnak meg kardiovaszkuláris, vagyis szív- és érrendszeri betegségekben, mint egy átlag kontrollcsoport. Ugye ez egy eléggé ellentmondásos és nagyon fontos tanulmány, mert hát ha Marsra meg ilyen helyekre akarunk utazgatni, akkor nem árt, hogy tudunk ezekről a hatásokról. Vele fogok ma beszélgetni, és előre merem állítani, hogy baromi érdekes lesz, ami a következő szokolébresztőnek lesz a témája, ami tehát ezután a Parallaxis Podcast utáni csütörtökön lesz majd meghallgatható a parallaxis.emtv.hu archívumában. A podcastjeinket meghallgathatjátok a SoundCloud-on, iTunes-on és Spotify-on is, illetve a YouTube-on és a Facebookon is mostantól föltöltjük videós formában az epizódokat. Mi még nem látszódunk rajta, ott még nem tartunk, hiszen ez a műsor annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá, ugye? Mint tudjuk, úgyhogy milyen jó lett volna ez az elköszönés, de nem, mert hogy előtte még elmondom, hogy a legközelebb szeptember 16-án találkoztok velünk, amikor is a klímakatasztrófa kapcsán fogunk beszélgetni, ugye a kb. Hónapja, másfél hónapja kiadott éghajlatváltozási kormányközi testület által kiadott jelentés, és hát eléggé hajmeresztő dolgokat állítanak a kutatók, úgyhogy erről fogunk beszélgetni legközelebb, addig is további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.emtv.hu